Június 19 és 21 között a harmadik Tatabányai Sörfesztivál ideje alatt a helyszínen támogathatják virtuális aláírásukkal a tatabányaiak az élő bolygónk klímavédelmi akciót, amit Schmidt Csaba polgármester ismertetett az Árpád téren. A harmadik Tatabányai Sörfesztivált rendezzük meg idén, és bízom benne, hogy a harmadik ugyanolyan sikeres lesz, mint az első kettő volt. És azért döntöttünk úgy, hogy itt aláírásgyűjtést is folytatunk, mert Áder János köztársasági elnök úr kezdeményezéséhez csatlakozott Tatabánya, a Megyei Jogú Város és a Megyei Jogú Városok Szövetsége is, és azt a célt tűztük ki, hogy segítjük köztársasági elnök úrnak azt a célkitűzését, hogy minél több magyar ember csatlakozzon ahhoz a mozgalomhoz, amely felhívja a világ vezetőinek a figyelmét, hogy az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy megakadályozzuk a föld felmelegedését, és hogy közösen tenni tudjunk azért, hogy az unokáink számára is egy élhető bolygót tudjunk átadni. Ehhez a széndioxid kibocsátást csökkentenünk kell, hogy a bolygó ne melegedjen tovább. Ehhez nem elég egy-egy városnak, egy-egy országnak a cselekvése, ehhez az egész világnak az összefogására van szükség, de természetesen nekünk magunknak is ki kell venni ebből a részünket. Most először egy aláírással, utána pedig cselekvéssel is. Tatabánya városa élen kíván járni ebben a feladatban, hiszen ezért hoztunk létre biogázüzemet, amely egy zöld energiát állít elő, ezért állít biomassza tüzelésre, megújuló energia forrásokból való fűtésre át a tatabányai erőművet, ezért vezetünk be egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert, mind-mind azért, hogy a környezetünket olyan állapotba hagyjuk az unokáinkra, a gyerekeinkre, amelyben mi kaptuk a szüleinktől, a nagyszüleinktől.